Sziasztok! Ez az Andor Show! Ma a Veresegyházi vasútállomásnál a félig lebontott buszmegállót fogjuk megnézni. Tartsatok velem! Ez egy ilyen vasútállomás felújításos videó lesz. Látjátok, itt tele van graffitizve a vonat. Látjátok itt. Valami idióta összegraffitizte a vonatot. Nem mindegy. Így néz ki. Valami nagyon okos összegraffitizte a vonatot. Valami nagyon okos összegraffitizte, így néz ki. Megvárjuk, hogy a vonat elmenjen, aztán megyünk a buszmegállóhoz. Így néz ki kicsit. Odébb megyek. Így néz ki, látjátok. Így néz ki. Megvárjuk, hogy a vonat elmenjen. Így néz ki. Megy a vonat? Valami nem normális, azt a firkált a vonatot. Elfelejtem mondani, hogy van itt egy hentes sajtosbolt, lottózó, dohánybolt, így néz ki az állomás egyébként. Így néz ki, és akkor menjünk a busz megállóhoz. Úgy így néz ki az állomás belülről. Ott a pénztár, így néz ki, menjünk a pénztárba, és így néz ki. Itt a pénztár, itt a váróterem, így néz ki. Lett itt is egy automata. Így néz ki, egy automata. Így néz ki. Aztán menjünk. Menjünk a busz megállóhoz. Itt egy gíroszos. És menjünk a busz megállóhoz. Itt egy hirdetőtábla, kétoldalas hirdetőtábla. Így néz ki. Itt a buszmegálló tábla. Esküvő van, gyerekek, esküvő van, ott jön autó, esküvői autó. Itt a buszmegálló tábla. Itt a buszmegálló, így néz ki. Kicsit már elbontották a közepét. Esküvő van, gyerek, jön az esküvői autó. Hajrá, esküvő van, gyerekek. Esküvő van. Itt egy ilyen telefonfülke. Esküvő van, gyereke, megy az esküvő. Megy az autó. Mennek az autók esküvőre. Így néz ki. Esküvő van, gyereke. Itt volt régen egy lángosos. Itt volt igen egy lángosos, itt nem tudom mi volt, még egyszer mondom, itt a telefonfülke. Így néz ki a busz megálló. Így néz ki. Kicsit közelebb jövök. Hátulról megnézzük, így néz ki. Itt parkolnak egy autók, és akkor megnézzük még ezt a épületet. Én most oda át nem fogok menni, mert arra most nem valami nincs kedvem átmenni, de ez van, így néz ki, még ez egy ilyen, ebben áll ilyen áramtrafó, ebben van az áramforrás egy része. Ezt szerintem nem fogják elbontani még egy darabig. És így néz ki az állomás. Tehát, még egyszer mondom, így néz ki a vasútállomás most. Itt vagyunk kint, vasútállomás nem változott. Még egyszer megmutatom nektek a busz megállót. Ja, bocsánat, kiavítanám magamat. Az egyik oldalon egy, amit nem tudtam, egyik oldalon egy PID lángosos volt, itt meg egy dohánybolt volt. Én úgy tudom, trafik. Így néz ki az állomás, így néz ki a busz megálló. És ilyenek. Lassan
Átmegy még a túloldalra, megmutatom még onnan is. Átmegy még a túloldalra, a túloldalon is van busz megálló tábla. Túloldalon is van busz megálló. És így néz ki a busz megálló. Ha tetszett a busz megálló, és tetszett a videó, akkor majd a Fabszolvájára nyomjatok rá egy lájkot. Illetve még egyszer elmondom, hogy a vonatot, megnéztük a vonatot, össze volt graffitizve a vonat vége. Nagyon tudom ilyenkor, nagyon dühös tudok lenni ilyenkor, amikor valaki össze graffitizve a vonatot, mert nem jó. Nem jó dolog a vonatot, ne graffitizzük össze. Illetve a busz megálló és szomorú, hogy elbontják. Ugye ezeket a buszmegállókat elbontják, és ilyen fa, ezekkel a lemezes busz megállókból egy ilyen fa busz megállókat fognak mindenhova építeni. Ezt reméljük, hogy itt is így fog lenni, ugye a Veresecsád már nagyon felfelüzött ilyen busz megálló terén. Megnéztük a összefirkált vonatot, láttunk esküvőt, láttunk busz megállót. Ha tetszett ez a vasodállomás és felújításos videó, akkor nyomj rá egy lájkot, és tetszett a busz megálló, akkor is nyomj rá egy lájkot, és találkozunk egy következő videóban, akkor is sziasztok!